Elítélték a rákóczifalvai sorozatgyilkost. Két hónap alatt három idős embert ölt meg. Augusztusban nyithat, kalandparkkal bővül a megyeszékhely. Oltási akciót indít az operatív törzs. Az új kampánya 60 évnél idősebbeket érinti. Jó estét kívánok! Köszöntöm a Szolnok Televízió nézőit. Július 13-án, kedden 19 órakor az Aktuálist látják a nap legfrissebb híreivel. Az első fokú ítélet szerint élete végéig börtönben marad az a férfi, aki 2017-ben és 2018-ban három embert is meggyilkolt Rákóczifalván. Ma délelőtti ítéletében a szolnoki törvényszék a feltételes szabadlábra helyezést is kizárta. Az ügyész a döntést tudomásul vette, a vádlott védője viszont fellebbezett védence felmentése érdekében. Jogerős döntést a szegedi ítélőtábla hoz majd az ügyben. 2018. februárjában két holttestet találtak a nyomozók Rákóczifalván. A rendőrök 24 órán belül elfogták az akkor 25 esztendős T. Tamást, akit a kettős gyilkossággal meg is gyanúsítottak. Elfogása után a férfi egy harmadik emberölést is bevallott kihallgatása során. A Jász-Nagykun Szolnok megyei főügyészség aljas indokból különös kegyetlenséggel több ember sérelmére elkövetett emberölés és két rendbeli kifosztás miatt emelt vádat. A szolnoki ítélőtábla ma hirdetett ítéletet a hármas gyilkosság ügyében. A férfi a Gyulai Büntetés Végrehajtási Intézetben tölti letartóztatását, a tárgyalásra is onnan online jelentkezett be. A törvényszék a vádlottat halmazati büntetésül életfogytig tartó szabadságvesztésre és 10 évre a közügyektől eltiltásra ítéli. A szabadságvesztés fegyházban rendeli végrehajtani, a feltételes szabadságra bocsátás lehetőségét kizárja. A kiszabott szabadságvesztésre beszámítja a vádott által 18. február 23 napjától 2021. július 13 napjáig előzetes fogvatartásban töltött időt. Az életfogytig tartó szabadságvesztésről szóló ítélet nem jogerős, mert ugyanaz ügyészség tudomásul vette, a vádlott és védője is fellebbezést nyújtott be. Így a rákóczifalvai hármas gyilkosságban a szegedi ítélőtábla mondja majd ki a végső döntést. Kalandparkkal bővül a megyeszékhely. A létesítménynek a csónakázótó melletti erdő ad otthont. A park kialakításakor minden korosztályra gondoltak. A pálya még ebben a szezonban kinyithat a Tiszaligetben. Munkaeszközök hangjától hangos a csónakázótó környéke. Az eddig kihasználatlan erdős területet a jövőben a kalandparkok kedvelői vehetik birtokba. Az akadályok között drótkötéllel mozoghatnak majd a látogatók, próbára téve erejüket, illetve kitartásukat. Az elemek megálmodásakor a tó is nagy szerepet kapott. Egy izgalmas csúszópályát is ki fogunk alakítani, ami a fürdő területén lévő fához fog becsatlakozni, és onnét meg vissza is lehet majd csúszni. A kalandparkban három korosztály kapcsolódhat ki egyszerre. A kezdők gyakorlópályán sajátíthatják el a fortélyokat, a jártasabbak haladópályán tehetik próbára tudásukat. A csónakázótó területének rehabilitációja többszintű. A kalandpark mellett hamarosan ezen a futópályán szelhetik a kilométereket a mozgásforma elhivatottjai. Folytatjuk a csónakázótó melletti területnek a fejlesztését. Elkészült az 1 kilométer hosszú rekordtán futópálya. Most a közvilágítás fejlesztés folytatódik. A kalandparkot az előzetes tervek alapján augusztus közepén nyitják meg a szolnokiak előtt. Az érdeklődők a futópályát ingyenesen, még a kalandpályát belépőjegy vásárlásával látogathatják a jövőben. Szinte biztos, hogy magyar gyártmányú a Magyar Királyi Honvéd Légierő által használt II. Világháborús repülőgép roncsait találták meg szolnoki katonai búvárok ősszel a Balatonban. Ez volt az első alkalom a hazai roncskutatás történetében, hogy a búvárok víz alatti felvételeket is készítettek a tóba zuhant gépről. Ilyen a látvány ősszel, másodfokú viharriasztás idején nagyjából 4 méter mélyen a Balatonban. A több mint fél méteres iszapréteg alatt egy repülőgép roncsa hever több mint 7 évtizede. Szeptemberben a vitéz Bertalan Árpád különleges rendeltetésű dandár és a szolnoki helikopterbázis katonái találták meg és hozták a felszínre a Messerschmitt maradványait. A feladatot sikeresként értékeljük. E-mentés alkalmával készültek először víz alatti felvételek magyar roncsmentés során. Szükség is volt a jó minőségű kamerára, hiszen a látótávolság gyakran csak centiméterekben volt mérhető. Volt olyan szerencsénk, hogy a ajzat fölött kiálltak a roncsból darabok, részek, amikbe keresési tevékenység során ugye beleakadtak a búvárink,
mondhatni ezt szerencsének, és mondhatni ezt a jártasságnak is, illetve a technikáknak a gyakorlásán. Sikerült beleakadjunk, és tulajdonképpen ezeket a kiálló roncsdarabokat, alkatrészdarabokat, akkor még nem is tudtuk, hogy miről van szó, ugye ez a Balatonban bármi lehet. Nyilván bíztunk benne, hogy a repülőgépnek a feltételezett roncsait találjuk meg. A búvároknak átvitt értelemben mégsem sötétben kellett tapogatózniuk, hiszen a roncs feltételezett helyének megállapítását komoly levéltári kutatások előzték meg. A különleges dandár katonái kiképzési gyakorlatot tartottak, ennek keretén belül merültek le többször is a roncshoz. Itt most az volt a különlegesség ennek a kiképzési merülésnek, hogy egy valós tárgyat kerestünk, nem egy általunk előre helyezett fegyvert, ládát, bármilyen tárgyat, amit a búvároknak meg kell találni és ki kell emelni, hanem itt valóban kerestünk valamit, amit nem tudtuk, hogy hol van, és milyen állapotban, és mit fogunk találni. Levéltári források, valamint a Magyar Légierő és a Luftwaffe korabeli feljegyzései szerint legalább 12 Messerschmitt tűnten a Balaton térségében a II. Világháború légi csatái során. Ezek közül csak kettőt emeltek ki a vízből még az 50-es évek elején. A feltárás során felszínre hozott darabok arra engednek következtetni, hogy a gép nem csak a Magyar Királyi Honvéd Légierő állományához tartozott, de részben hazai gyártású is volt. Vannak olyan bizonyítékok, amelyek arra utalnak, hogy a repülőgép magyar gyártású volt, és valószínűleg a Magyar Légierő használta. Azonban ezt még nem szeretnénk egyértelműen kijelenteni, ezt a roncs teljes feltárása és kiemelése után lehet majd biztosan megállapítani. Ahogy utaltam rá, valószínűleg magyar gyártású volt, mert magyar stencil felirat van rajta, és a motorburkolaton van egy piros színű 12-es szám, ami az egyik magyar vadászrepülő századnak volt a jelzésrendszere. Ezek alapján nagy valószínűséggel magyar gép volt, és magyar pilóta harcolt vele. A feltárás első lépcsőjében megmentett darabok szeptember 30-áig tekinthetők meg a reptárban, viszont ahhoz, hogy a repülőgép hiányzó részeit is felszínre hozhassák, ahhoz további merülésekre, detektoros és szonáros felmérésekre van szükség. Oltási akciót indít az operatív törzs, jelentette meg Gulyás Gergely a Kormányinfón. Az új kampány azokat a 60 évnél idősebbeket érinti, akik még nem kérték a koronavírus elleni vakcinát. Gulyás Gergely a Kormányinfón jelentette be, hogy új oltási kampány indul. A miniszterelnökséget vezető miniszter tájékoztatása szerint a 60 évnél idősebbeket és nem oltottakat érinteni az akció. Az előrejelzések szerint ugyanis a negyedik hullámmal érkező delta variáns azokat az országokat fogja veszélyeztetni, melyek kevésbé oltatják be magukat, tette hozzá. Körzetünkben 1765 páciens van a beoltottak listáján a körülbelül 2250-ből, tehát ez azért egy elég jelentős 80% körüli átoltottságot jelent a praxisban. 90-en vannak körülbelül 60 éven felüliek, akik nem kérték eddig a védőoltást. Vannak közöttük néhányan, ez tényleg csak néhány páciens, aki a korábban előfordult anafilaxiás reakció miatt nem kaphatta meg eddig az oltását. Ezt külön kell szervezzük, ez még folyamatban van, hogy oltóponton beadhassák. A közreadott adatok szerint Magyarországon az átoltott 60-69 évesek aránya 76,1%, míg a 70-79 éveseknél ez már 85%. A legidősebb korosztályba tartozóknak, a 80 évnél idősebbeknek azonban csak a 73,8%-a kapta meg legalább az első oltását. A legtöbben félnek valamiért a védőoltás mellékhatásaitól. Van olyan idős páciensem, aki az influenza elleni védőoltást mindig az elsők között kérte, hogy megkaphassa, most valamiért ezt az oltást elutasítja, és hát többen azt mondják az idősek, hogy ők otthon vannak, otthonukban, nem mozdulnak ki, nem megy hozzájuk senki, hát ez sem igaz persze teljesen. Nagyon-nagyon elszántan ragaszkodnak a legtöbben ehhez, hogy
mindenféle hát tudományosan nem megalapozott indok miatt nem kívánják az oltást igénybe venni. Meggyőzésük rendkívül nehéz. Ez látszik az adatokon is. Magyarországon a 60-69 és a 80 felettiek átoltottsági aránya is elmarad az EU-s átlagtól, ha az első oltást nézzük. A teljes átoltottsági adatok még ennél is rosszabbak. Ott mindhárom korosztályban elmaradunk az uniós átlagtól. Ezért van még hová bővíteni az oltottak körét. A magyar 60-69 évesek közel 24%-a, a 70-79 évesek 15%-a, és a 80 felettiek több mint 26%-a még semmilyen oltást nem kapott. A kampány ezt a három korosztályt érinti majd. Cserben hagyta Szolnokot és térségét a Fidesz, mondta Tóth Áron tegnap délutáni sajtótájékoztatóján. Az LMP előválasztási jelöltje 7 módosító javaslatot nyújtott be a 2022-es költségvetés tárgyalásakor, ám a kormánypárt mindet visszautasította. Lezárult a 2022-es költségvetés tárgyalása a parlamentben. Az ellenzék ezúttal is több mint 1000 módosító javaslatot küldött be, ám a Fidesz egyiket sem támogatta. Kezdte tájékoztatóját Tóth Áron. Az LMP több mint 200 módosító indítvánnyal élt, ebből 7 Szolnokot érintő előterjesztést a párt helyi jelöltje nyújtott be. Ám a kormánypárt egyiket sem támogatta. A Fidesz cserben hagyta térségünket, fogalmazott a politikus. Nem támogatták a panelprogram újraindítását Szolnokon, nem támogatták az agyvarékosi bekötőutak teljes felújítását, nem támogatták a Csataszögöt, Kőtelket, Nagykörűt és Hunyadfalvát összekötő utak teljes felújítását, nem támogatták a Rákóczifalvi elkerülő út megépítését, a Szolnoki vasútállomás és P+R parkoló kialakításának a támogatását, illetve nem támogatták a Tisza szállónak a visszavételét és a felújítását sem. Úgy gondoljuk, hogy ez nem megengedhető. Varga Mihály azzal védekezett, hogy az ellenzék ötletei felborítanák a költségvetés egyensúlyát, folytatta Tóth Áron. A politikus szerint már csak azért is le kell váltani a kormányt, hogy a helyi ügyek valódi képviseletet kaphassanak a parlamentben. Elnyerte a Családbarát munkahely címet a Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság. Az elismerést azok a szolnoki munkáltatók kaphatják, akik hozzájárulnak a város családbarát szemléletének erősítéséhez, és vállalják, hogy folyamatosan fejlesztik családbarát gyakorlatukat. A kötivízig csaknem 600 szolnokit foglalkoztat. Ez csak egy tör, tessék! Nagy a nyüzsgés ennél a Holt Tisza parti háznál. Amíg a szülők dolgoznak, a gyerekekre egy napközis tábor keretében vigyáznak a szünidő alatt. A Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság igyekszik megkönnyíteni a náluk dolgozók életét. Ezért is, de természetesen nem csak ezért nyerte el a Szolnok Családbarát munkahelye elismerő címet. Erről Szalai Ferenc polgármester levélben értesítette Lovas Attilát, a kötivízik igazgatóját. Én is örültem, de még jobban örültek azok a kollégáim, akik rábeszéltek arra, hogy ezt a pályázatot adjuk be, és össze is állították a pályázatot, mert azért hozzátartozik, hogy ezeket a belső utasításokat, meg lehetőséget nem mindet én találom ki, hanem a kollégáim hozzák, hogy itt egy lehetőség, amivel élni lehet. Az igazgatóság vezetésének sokak által igénybe vett intézkedései a lakástámogatástól az aktív családi és közösségi programok szervezéséig megteremtik a hosszabb távú családbarát foglalkoztatás alapjait. Megpróbálunk olyan körülményeket teremteni az igazgatóságnál, hogy jó legyen ide bejönni, tehát szeressenek az emberek dolgozni. Az igaz, hogy olyan a munkánk, munkakörünk, hogy van, amikor ez nem fér bele a 8 órába, és van, amikor 24 órát is kell itt tevékenykedni. Ez a védekezési időszakok, árvíz, belvíz vagy vízminőségi problémák esetén van így. Akkor, amikor nem szorít a cipő ennyire, és nem kell ilyen, hogy mondjam, kifeszített munkarendbe dolgozni, akkor megpróbáljuk a körülményt úgy alakítani, hogy
akkor, amikor azt kell kérnünk, hogy a dolgozó adjon valami pluszt, akkor azt jó szívvel tegye meg. Ezért, amit a jogszabályok és a körülményeink lehetővé tesznek, azt próbáljuk biztosítani a dolgozóknak. Az önkormányzat azon szolnoki munkáltatókat ismeri el, akik a munka-magánélet egyensúlyát támogató, családbarát szemlélet megvalósulását szem előtt tartó működésükkel hozzájárulnak a város családbarát szemléletének erősítéséhez, és vállalják, hogy folyamatosan fejlesztik családbarát gyakorlatukat. Éljenek a nagymamák! A családokban betöltött, nélkülözhetetlen szerepük és odaadásuk előtt július 13-án tiszteleg a világ. Az ünneplés a megyeszékhelyen sem maradt el. Templomi koncerttel ajándékozták meg az ünnepelt nagyikat. A világzene kedvelt művei csendültek fel hétfő délután a belvárosi Szent Háromság templomban. A nagymamákat ilyen formában először köszöntötték a városban. Az ünnepeltek között foglalt helyet Balog Ágnes, akinek segítségére 4 unokája mellett most különösen nagy szükség van, hiszen a legkisebb még csak 1 hónapos. Közös programok vannak, strandra mentünk az idén, együtt töltöttük az időt, rajzoltunk, énekeltünk, fürdőztünk, a kertben is ott van. Melyik az az időszak, amikor legjobban igénylik a nagymama segítségét? Hát most, jelen pillanatban a kisbaba megszületésénél, és máskor meg a szünetekben, az iskolai szünetekben. Az élmény, amit a nagymamától kapunk, egy életen át elkísér. Játszótérlátogatás, kirándulás és strandolás mellett a kedvelt közös programok között szerepel a süteménysütés, amivel a gyerekek sikerélményt is gyűjthetnek. 2 unokám van, 2 lányunokám, egy 14 éves, meg egy 12 éves. De nagyon aranyosak, nagyon szeretem őket. Mit szoktak együtt csinálni? Ó, hát nálunk nagyon menő a süteménysütés. Mind a kettőnek nagyon szeretik csinálni a konyhába, úgyhogy könyökig, arc, nyakig, mindenki lisztes, de nagy az élmény. És ami nagyon csodálatos, hogy az egyik megtanulta, aznap hazament, és az édesanyját megkérte, hogy hadd csinálja meg. És megcsinálta, elkészítette, és az micsoda élmény volt, mikor visszajött hozzám, és megmutatta, hogy Nagyi, ezt én csináltam, úgy, ahogy te mondtad. Az időseknek kiemelt szerepe van Szolnok életében. A városban számos klub és egyesület támogatja mindennapjaikat. Köztudott tény, hogy Szolnok városa ugye idősbarát város. Polgármester úr az idősügyi tanácsnak a vezetője, és gyakorlatban hagyományteremtő szándékkal az Újvárosi Fejlesztési Iroda indította útjára a Nagymamák Világnapja alkalmában megrendezett ünnepi hangversenyünket. Maga a Kontakt MKS mint egyesület szervesen kapcsolódik a városnak ezen programjaihoz is. Túl nagyon, hogy az idősügyi tanács állandó meghívott tagjai vagyunk, gyakorlatilag napsugár nyugdíjas klubot üzemeltetünk ki kint a déli városrészen, és örömmel mondom, hogy Szolnok város több város részéből is vannak nyugdíjas klubtagok, akik nagyon élénken működnek, 40 fővel működik. A nagymama egy igazi kincs a családban, akinek egyetlen életcélja van, az unokákat boldoggá tenni. Gondoskodásukat fontos, hogy az év minden napján megköszönjük. Kedves nézőink, a folytatásban olvasnivalót ajánlok a szerdai Új Néplapból. Bár jelenleg a gombafélék spórái okozzák a kellemetlen allergiás tüneteket az arra érzékenyeknél, hamarosan a parlagfű pollenjei is magas koncentrációban jelennek meg a levegőben. Annak ellenére, hogy az erősen allergén növényt a tavalyi évtől kezdve már egész évben írtani kell, a mentesítést jellemzően ezekben a hetekben végzik a földtulajdonosok és az önkormányzatok. A témával a szerdai Új Néplap foglalkozik, mely Karcag és környéke oldallal jelentkezik.
Az újságban a színötös pályázat lezárásaként bemutatják azokat a megyei általános iskolás tanulókat, akik kitűnően teljesítették a 2020-2021-es tanévet. Kedves nézőink, az aktuális végén most nézzük legfontosabb híreinket még egyszer egy-egy mondatban. Elítélték a Rákóczi falvai sorozatgyilkost, 2 hónap alatt 3 idős embert ölt meg. Augusztusban nyithat, kalandparkkal bővül a megyeszékhely. Messzer a Balatonban 70 cm-es iszap fette a gépet, szinte biztosan magyar repülőgép volt. Kedves nézőink, Önök a Szolnok Televízió keddi hírműsorát látták. Beszámolóinkat ismét megtekinthetik honlapunkon, valamint Facebook oldalunkon és YouTube csatornánkon. Ötleteiket osszák meg velünk a képernyőn látható elérhetőségeink valamelyikén. Mára valamennyi munkatársa nevében köszönöm szépen kitüntető figyelmüket. Holnap reggel 6 órakor és 7 órakor várom majd Önöket Hírek Plusszal, illetve délelőtt 11 órakor, friss hírek pedig az Aktuálisban holnap 19 órakor. Viszontlátásra!